Nagy szeretettel köszöntöm a tévénézőket, a kedves jelenlévőket a Kartali Ökumenikus Alkalmunkon. Szép vasárnap délutáni tavaszias időt kaptunk Isten kegyelméből, és szeretettel köszöntöm lelkész testvéreimet, akik itt vagytok most, és vállaltátok a szolgálatot, és teológiai hallgató testvérünket is. És most szeretném gyülekezetenként is a köszöntő elmondani. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Amen! Erős vár a mi Istenünk! Erős vár a mi Istenünk! Áldás, békesség! Az Úr közel! Az ökumenikus ima hét általában januárban szokott lezajlani a gyülekezetekben, így Hévízgyörkön január 15-től 22-ig tartottuk meg az ökumenikus imahetünket. Nagyon kedves alkalmunk volt. Minden nap másik templomban, gyülekezetben lehettünk együtt, különböző módon szolgálva. A ökumenikus alkalmainkon a fő gondolat Krisztus átformáló ereje, annak a csodája került elénk minden alkalommal. Ma is erről lesz szó természetesen, és az igei gondolatokat, az ige szakaszokat lengyel testvéreink állították össze. Most pedig jöjjünk és álljunk föl, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te előtted lehetünk, összegyűltünk a te hajlékodban, itt Kartalon. Köszönjük neked azt a csodát, hogy a te szereteted egybekötés, összeforraszt bennünket. Köszönjük neked azt, hogy olyan jó a te kegyelmedből élni naponként. Olyan jó úgy tekinteni egymásra, hogy összetartozhatunk, még hogyha különböző felekezetekben vagyunk, és különböző felekezetekben járunk, mégis együtt szolgálhatunk, együtt örülhetünk a te igédből töltekezve, együtt imádkozva. Köszönjük ezt a mai alkalmat, amikor úgy lehetünk együtt, hogy hisszük, hogy te megáldod a te igédet, ma is van, lesz szavad hozzánk, szent lelked által, és kérjük azt is, hogy minden áldásból úgy tudjunk részesedni, hogy abból semmi ne hulljon a földre, amikor elmegyünk is megerősödve, hagyjuk el ezt a helyet mindnyájan. Könyörgök, Uram, azokért, akik már a tieid, hogy így tapasztalják meg, mint gyermekeid, a mai nap áldását, és könyörgök azokért, akik még nem a tieid, hogy ez az alkalom is közelebb vonhassa őket hozzád. Uram, te mindent megtehetsz. Kérünk, hallgass meg szent fiad az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, és most köszöntsük egymást a béke jelével, egymást köszöntsük hát. Jó dolog egymást köszönteni, szeretettel fordulni egymás felé, és testvérként köszönteni nem számít, hogy melyik felekezetből, egy számít, hogy Krisztushoz tartozunk. És egymást bátorítjuk ilyenkor, jó egymás szemébe nézni, és olyan jó tudni az, hogy nem választhat el semmi és senki az Úrtól, illetve egymástól. A következőkben Szlepák Lajos kartali baptista lelkész testvérünk verses szolgálata következik. Hallgassuk figyelemmel. Kedves testvérek, a most következő vers keresztjéni egységünket fejezi ki. Ihletett vers a költő Szentlélektől inspiráltan az Úr Jézus főpapi imáját tükrözi elénk, ezért üzenet számunkra, hogy az ő imádságának szellemében éljünk, szolgáljunk, szeressünk. A költő Füle Lajos, a vers címe, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza, e széthult edény, élő vizét tört cserepekben őrzi. S vannak,
akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk. Pedig a fal helyett inkább kellene, hogy átiveljen az a szeretet, amely felekezetek és felekezetek között, népek és népek között, lelkek és lelkek között mindnyájunk egységét fejezi ki. Hiszen egy nevünk van, emberek vagyunk, és egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk, egykép gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. Kegyelemben és a szeretetben, az atyában és a fiúban egyé legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete. S a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, a szív a fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték fele barátod, mint magad, szeresd. Most egy zenei szolgálatot hallgassuk meg a kartali fiúktól, így mondhatom. És azután majd Lindákné János Zsuzsa, evangélikus lelkész testvérem fog zsoltárral és imádsággal szolgálni az énekes zenei szolgálat után. Jézus Krisztus,
Hallgassuk meg a 23. Zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Imádkozzunk! Mindenható Urunk, aki arra hívsz, hogy egy nyáj legyünk te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban, mert ő a mi pásztorunk, aki zöldellő mezőkre, csendes vizekhez vezet, és helyreállítja újra és újra lelkünk békességét. Őt követve, rátekintve, Urunk, add, hadd törődjünk azokkal is, akik meglátták bennünk a jó pásztor, a mi Urunk Jézus Krisztus iránti szeretetet, aki él és uralkodik veled és a Szentlélekkel együtt, örökkön örökké. Amen. Ismét zenei szolgálatot hallgathatunk meg. Azután Bartos Gergely, református lelkész testvérem fogja az igét olvasni, illetve az ige hirdetés szolgálatát végezni majd. Thank you.
Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nekem nagy öröm volt az idei évnek, az ökumenikus imahétnek a napi témáit olvasni és azokkal szembesülni. Nagy öröm volt látni, hogy arról hirdethetjük az igét és hallgathatjuk egy héten keresztül, sokféle formában megfogalmazva, hogy hogyan formál át bennünket Isten, az Isten igéje, az Jézus Krisztussal való személyes találkozás. És az az ige, amit ezen a mai napon fölolvasok a testvéreknek, ez is erről szól, erről tesz bizonyságot, talán az egyik legszívve markuló beszélgetése ez az Úr Jézusnak. A János írása szerinti evangélium 21. fejezetéből olvasom az igét, a 15. verstől a 17. versig. Fennállva hallgassuk Istenünk igényét. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, József, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? És ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Amen. Foglaljuk el helyünket. Azt szokták mondani, hogy a jó konfliktus kezelésnek, vagy egy konfliktus helyzetnek a kezeléséhez elengedhetetlen, létfontosságú az, hogy a megfelelő kérdéseket föltegyük, kimondjuk, hogy kellőképpen tudjunk rákérdezni a problémára, és ezzel föltárni, hogy honnét is ered az a konfliktus. És azt látjuk, hogy Jézus, aki Isten lévén tökéletesen ismeri az emberi lelket, mindennél jobban tudja, hogy mikor, mire van szükség, és mit kell kérdezni. Ebben a történetben is a legjobb és legfontosabb kérdést teszi föl Péternek. Szeretsz-e engem? Pedig emberileg azt gondolnánk, hogy nem ez a legfontosabb kérdés. Hanem sokkal inkább arra lenne szükség, hogy Jézus jól megfedje Pétert. Nem tudom, mennyire ismerjük, emlékszünk ennek a történetnek a hátterére. Ugye Jézus feltámadása után vagyunk, Péter és a többi tanítvány elmennek halászni, és ott van Péter az ő lelkének mindenféle nyomorúságával, azzal a tudattal, hogy ő az, aki megtagadta Jézust. Egy föl nem tárt, ki nem mondott, de a szíve mélyéig ott levő konfliktus helyzet. Egy olyan nyomasztó érzés, olyan nyomasztó teher, amelytől nem tud semmi módon szabadulni Péter. És azt gondolnánk, hogy ez a Péter, miután megtagadta Jézust, megérdemelni, hogy Jézus megfedje őt, hogy a megfelelő módon számon kér, és azt mondja, hogy tehetted, miért tettél ilyet? És Jézus mégis azt látjuk, hogy a valódi kérdést teszi föl, a legfontosabbat, Péter, szeretsz-e engem? Mi azt gondolnánk, és nagyon sokszor ezt is tesszük, és így éljük a keresztény életünket, hogy sokkal fontosabbnak tartjuk azt a kérdést, hogy az Isten szerete bennünket. Azt gondoljuk, hogy lényegtelen azzal foglalkoznunk, hogy mi szeretjük-e Jézust, szeretjük-e Istent, hiszen ez magától értetődő. Hát hogy ne szeretnénk? A valódi kérdés az, hogy Isten szerete minket, Jézus szerete minket, és hogy miért nem érezzük, vagy hogy mi mindent kellene tennünk azért, hogy ő szeressen bennünket. Nagyon sokszor arra pazaroljuk el a vallásos életünket,
és tulajdonképpen mindazt az áldott időt, amely arra szolgál, hogy az Istennel való kapcsolatunkat, szeretett kapcsolatunkat megéljük, hogy ezzel próbáljuk mintegy Istent rávenni arra, hogy szeressen bennünket. Mert nem bízunk az ő szeretetében, pedig ha valamit, akkor ez bizonyított. Ez bizonyította kétséget kizáróan Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten, hogy ő mennyire szeret bennünket, hogy ő az életét adta oda a kárhozatba, azért, hogy nekünk ne kelljen. Ezért hát a valódi kérdés ma is az, amit itt Jézus Péternek tesz föl, de nem csak neki, hanem most személyesen neked is, nekem is, szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem? És Péterhez hangzik ez a kérdés, azt látjuk ott a galileai tó partján. Péter ott áll, teljesen meglepődve, nem is tudja igazából, mit mondjon. Mit válaszoljon erre a kérdésre? Talán nem írja a Biblia, de talán percek telnek el, mire megtalálja a szavakat, hiszen végig gondolja az egész addigi életét. Jézus mit kérdez itt először Pétertől? Azt kérdezi, hogy jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Jobban szeretsz-e engem? És Péternek eszébe jut, hogy miről is szólt ő az eddigi élete? Arról, hogy ő mindig mindent jobban akar csinálni, mint mások. Hogy ő mindig az első akart lenni. Hogy ő mindig azt akarta, hogy látszódjék rajta, hogy ő mindenkinél jobban éli az életét, mindenkinél jobban ég az ő szíve Jézusért. Eszébe juttathatta ez a kérdés azokat a fogadkozásokat. Amikor azt mondta Jézusnak, hogy ha mindenki elhagy is téged, én akkor sem foglak elhagyni. Ha mindenki megtagad is, én akkor sem tagadlak meg. Hányszor tudta Péter jobban még azt is, hogy Jézusnak mit kéne csinálnia. Sőt, még Jézus is számon kéri egyszer, hogy hát dehogy történhet meg veled, Uram, hogy neked a keresztre kelljen menni, hogy meghalljál. Isten mentsen, Uram, attól téged. Mert ő mindig jobban akarta még tudni Jézusnál is. Jobban akarta csinálni a dolgokat, jobban akart megfelelni. És most hangzik Jézus kérdése, hogy jobban szeretsz-e engem, mint ezek? És Péternek, ahogy ez végig fut a gondolatain, nekünk is végig futhatnak. Elénk jöhetnek emlékek, fájdalmas emlékek, amelyeket talán nem szívesen idézünk föl. Amikor mi is ugyanígy fogadkoztunk. Hogy Uram, csak most segíts. Csak most legyél itt velem, és akkor minden más lesz. Akkor mostantól kezdve mindent jól teszek majd. Akkor mindenben engedelmes leszek. Vagy talán konkrétan meg is fogalmaztuk, hogy ja, Istenem, csak most segíts meg, és akkor ezentúl még templomba is fogok járni, vagy imaházba. Nagy fogadkozások. Családlátogatásokkor többször elhangzik, hogy hát tiszteletes úr, hát most ez meg az volt, nem tudtunk menni, de mostantól kezdve már mindig megyünk a templomba. Persze én ezt nem is kérdeztem, meg nem is ezért mentem oda, csak beszélgetni. De valahogy ott van, hogy akkor most fogadkozunk egy jó nagyot. És aztán nézem következő vasárnap, meg az utána levőn is, valahogy elmaradt. Fogadkozásban nagyon jók vagyunk, testvérek, de sokszor be kell látnunk, hogy ezek a fogadkozások csődöt mondanak. Mi magunk mondunk csődöt. És amikor Jézus ma tőled és tőlem kérdezi, jobban szeretsz-e engem? Vajon nem Péterhez hasonlóan nekünk is meg kell szégyenülnünk? Hiszen Péter itt már nem beszél arról, hogy jobban. Csak annyit mond, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Nem jobban, sokszor még annyira sem, mint amennyire kéne. Még azt a keveset is olyan nehezen. De te tudod, hogy mégis szeretlek téged. Bárcsak ez lenne a te válaszod is, testvérem. Hogy én már nem fogadkozom. Én már annyiszor elbuktam. De Uram, te tudod, hogy szeretlek téged, és ez a legfontosabb. Hát nincs még vége itt ennek a történetnek, nem ez az egyetlen kérdés, ami itt elhangzik, bár a második nagyon hasonló ehhez. Jézus még egyszer kérdezi Pétert, szeretsz-e engem? Miért nem elég ezt egyszer megkérdezni? Miért nem elégszik meg azzal Jézus, hogy Péter már egyszer válaszolt? Még úgy meg is indult a lelke, még úgy össze is jöttek ezek a gondolatok az ő szívében, megalázkodott, és azt mondta, hogy nem jobban, de szeretlek. Miért firtatja tovább ezt Jézus?
Mert önmagában ez a szó, hogy szeretet, tudjuk jól, milyen súlytalan. Kimondani azt, hogy szeretlek téged, olyan sokszor semmit nem takar. Annyira hozzászoktunk már. Jézus is tudja ezt. Olyan sokszor, amikor szeretetről beszélünk, akkor nincs mögötte semmi. Egy pillanatnyi érzelmi állapot, egy felindulás, egy lelkesedés, de nincs mögötte semmi. Amikor másodszor fölteszi Jézus ezt a kérdést Péternek, akkor úgy teszi föl ezt a kérdést, hogy Péter, szeretsz-e engem? De ha szeretsz, hát akkor mit keresel itt? Akkor miért vagy itt? Hol találkozik Péter Jézussal? A Galileai tó partján. Mit csinálott Péter? Elment halászni. Az a Péter, akinek a hajója mellett egyszer megállt Jézus, és azt mondta, hogy mostantól kezdve embereket fogsz halászni, kövess engem, az enyém vagy. Ez a Péter, amikor kudarcot valami csinál, hát azt, amihez ért, amit tanult, visszamegy halászni. Dehogy embereket. Kell a megélhetés, kell az a biztos pont, amiben ő mindig is bele tudott kapaszkodni, a megszokott életforma, visszaesik onnan, ahonnan elindult. Visszaesik oda, ahonnan elindult. És Jézus ránéz, és azt mondja, hogy ha te tényleg szeretsz engem, akkor mit keresel most itt? Hát én nem erre hívtalak el téged, nem ezt az életet szántam neked. És ez már egy sokkal súlyosabb kérdés, testvérek, amikor nem érzelmekre kérdez rá Jézus, hanem a tetteinkre. Ha szeretsz engem, akkor hogy teheted? És ez az a kérdés, testvérek, ez az a nagyon súlyos kérdés, ami általában Jézus részéről nem itt az imaházban és nem a templomokban hangzik el felénk. Elhangzik a kocsmában, elhangzik a diszkóban, elhangzik akkor, amikor éppen a másikat beszéled ki a háta mögött, hogy te szeretsz engem, kérdezi Jézus. Akkor hogy teheted? Akkor hogy lehetsz itt? Amikor éppen megyünk és azt mondjuk, hogy majd én megoldom az életem gondjait, nekem nincs szükségem Jézusra, persze ezt nem mondjuk ki. Csak megyünk, mert most mi tudjuk jobban, hogy mit kéne csinálni. És akkor állít meg Jézus. Te szeretsz engem? Akkor mit csinálsz? Hogy teheted? Döbbenetes dolog, testvérek, amikor Jézus így szembesít valakit a tetteivel. Az állapotával, amiben van. Szeretsz engem? És milyen fájdalmas Péternek is ezzel szembesülnie, hogy Uram, te tudod, hogy most nem vagyok a helyemen. Tudod, hogy a legkevésbé sem vagyok méltó arra, hogy te szóba állj velem. Tudod, hogy megtagadtalak, és tudod, hogy most cserben hagytalak, azért vagyok itt. De azt is tudod, hogy szeretlek téged. És milyen nagy dolog, amikor valaki ebben az állapotában is ki tudja mondani, hogy Uram, én szeretlek téged, és a többit rád bízom. Hogy állítasz helyre, hogy hozol ki ebből az állapotból, hogy hogyan építesz föl, ezt rád bízom. De te tudod, hogy szeretlek téged. És még mindig nincsen vége, mert hangzik harmadjára is ez a kérdés. Hangzik harmadjára is Péter felé, hogy szeretsz-e engem. És talán ezt már mindannyian tudjuk, hogy miért ez a hármas szám. Miért ez a hármas szám, mi is miért olvassuk azt, hogy amikor ez a harmadik kérdés elhangzik, akkor Péter tényleg összetörik, megszomorodik. Mert eszébe jut, hogy mi volt az, amit ő ugyanígy háromszor tett. Eszébe jut a főpap udvarra azon az éjszakán, amikor Jézust elfogták, eszébe jut, ahogy ott ült a tűz mellett, ahogyan ott melegedett, ahogyan persze távolról, csak úgy látó távolságból követte Jézust, mi történik vajon vele, de már itt borítékolva volt a bukás. Péter, aki együtt töltötte addig azt a 3 évet Jézussal, most már csak távolról meri követni. És mi lesz ennek a következménye? Rákérdeznek egyszer, hát nem te is vele voltál? Én nem. És eljut odáig, hogy harmadjára átkozódva, szitkozódva tagadja meg Jézust. Eszébe jut ez a hármas szám Péternek, amikor Jézus harmadjára kérdezi meg tőle, szeretsz-e engem? És összetörik. Összetörik, mert tudja, hogy ezek után nem tud mit mondani. Hogy merné ezek után azt mondani, hogy én szeretlek téged? Hogy lehetne ehhez bátorsága? És testvérek, talán
ez az a pont, ahol mi is összetörhetünk. Ahol tényleg elindulhat a mi életünkben az az átformálódás, amit a Jézussal való találkozás és beszélgetés okoz. Amikor összetör bennünket Jézus kérdése, szeretsz-e engem? Eszünkbe juthat keresztény emberként is, hogy hányszor Péterhez hasonlóan megfutamodtunk és megtagadtuk őt. Talán nem is mondtunk semmit, de kellett volna. Talán csak hallgattunk, amikor meg kellett volna szólalni, és azt mondani, hogy ez így nem mehet. Meg én ebben nem tudok részt venni, mert én Jézusé vagyok, és csak hallgattunk. Amikor mentünk a többiekkel, amikor engedtük, hogy sodorjon az ár, és nem mertük fölvállalni, hogy mi Jézusé vagyunk. Amikor megtagadtuk, amikor nem engedelmeskedtünk. Testvérek, azt gondolom, hogy mindannyiunknak lehetnek ilyen élményei. Ha én elkezdeném sorolni, nagyon megszégyenülnék. És hányszor szégyenített meg engem is már ezen a téren az én Uram. De tudom, hogy Péterrel együtt az összetöretésben van a gyógyulás útja. Amikor Jézus kérdése összetör bennünket úgy igazán, a szívünk mélyéig hatolva, szeretsz-e engem? És amikor az ember már nem ismer válaszolni. És figyeljük meg, hogy Péter is milyen finoman válaszol itt megszomorodva, hogy én már nem merem azt mondani, hogy szeretlek, de te mindent tudsz, Uram. Te azt is tudod, amit én most nem is merek már kimondani, hát hogy merném? Te mindent tudsz, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. De hát mit tudnék felmutatni? Mivel tudnám ezt igazolni? Ezelőtt néhány héttel vagy hónappal Péter bizonyára kereste volna a fogadkozásokat, kereste volna a bizonyítékokat, hogy Uram, én annyira szeretlek téged, hogy... De itt már nem ismeri kimondani igazából. Csak azt, hogy Uram, te tudod, mert te mindent tudsz. És testvérek, ilyenkor történik meg valakinek az életében a valódi változás, a valódi gyógyulás. Amikor így össze tud törni Jézus előtt. Olyan megdöbbentő az, hogy az Isten mennyire másképpen működik, gondolkodik, cselekszik, szól hozzánk, mint ahogy mi azt várnánk. Amikor a bűnös elbukott emberre nem a villámokat szórja, nem a haragjával, haragját önti rá, hanem csak ezzel az egyszerű kérdéssel megy oda hozzá, hogy szeretsz engem? És mennyivel jobban össze tud törni ez bennünket? Mennyivel mélyebbre hatol a szívünkbe, mennyire mélyebbre hasít? És mennyire jó lenne, ha mi sem attól rettegnénk, hogy vajon hogy fog majd az Isten megbüntetni bennünket a bűneinkért? Hanem engednénk, hogy szembesítsen bennünket az ő szeretetével, és ez a szeretet lenne, ami összetörne és átformálna bennünket. A félelem az nem az Istentől való. Az a szeretet, amely összetör, az viszont mindig az övé. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy ezen a mai délutánon engedjük, hogy Jézus szembesítsen bennünket a bűneinkkel, a gyengeségeinkkel, de engedjük, hogy ő legyen az, aki fölépít, meggyógyít bennünket az ő szeretetével. Amen. Az ige hirdetése után ismét zenei szolgálatot hallgathatunk meg, és azután majd az ima buzdításban, szolgálatban Karácsondi Mihály, római katolikus lelkész testvérem, plébános testvérem fog vezetni mindnyájunkat. Így hallgassuk most először a zenészeket. Sokára indulunk, így szól a mennyei
aki csak ránk vár. A folyón túl már látszom a nagyváros Jerikó. Falai még állnak, de néhány nap és leomlanak már. Beviszel minket az ígéret földjére, nincs akadály. Szemelünk fel, Jézus nevében indul, de te beszent szellemmel. A kürtök riadót fújnak már, a sereg minden tagja készen áll. Átkelünk a nagy folyó, ott már az ígéret völgye vár. A folyón túl már látom, milyen gazdagon termő a fő. Sok nép van rajta, aki csak rám vár. A folyón túl már látom a nagyváros Jerikó. A falai még állnak, de néhány nap és leomlanak már. Beviszel minket az ígéret földjére. Testvéreim, most személyesen is válaszoljunk az ige hirdetésben hallott isteni szóra, közös hitünk együttes megvallásával. Álljunk fel, és mondjuk el közös hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a közös és anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk! Jóságos mennyei Atyánk, hálattelt szívvel
gyűltünk össze mai szép délutánon, és szeretnénk köszönetet mondani neked mindazokért, a kegyelmekért, amelyel nap mint nap elhalmozol bennünket. De ma különösen azért, hogy összehívtál bennünket, és újra közös erővel fordulhatunk eléd. Megérezhetjük az imádság erejét, megérezhetjük, hogy milyen jó együtt lenni nekünk, akik testvérek vagyunk. Hálát adunk neked az életért, amelyet ajándékul kaptunk tőled. Az életért, ami oly szép, ha veled éljük. Köszönjük, hogy újra és újra megbízol bennünket, ránk bízod életünket. Engedd, hogy méltók legyünk erre a bizalomra. Köszönetet mondunk neked a hit ajándékáért, hiszen oly jó, amikor érezzük, ott lakik szívünkben Jézusunk, itt van velünk, és a hitünk erejében felismerhetjük a te szeretetedet, jóságodat. Együtt lehetünk, és bízhatunk abban, hogy egykor ott lehetünk a te országodban. Hálát adunk neked, Urunk, a reményért, amelyet nap mint nap belénk öntesz, hiszen tudjuk, bár nehéz a földi élet, mégis te ott állsz mellettünk, és nem engeded, hogy elcsüggedjünk. Segíts, hogy bármilyen nehézségek, bajok is jönnek, mit mindig rád tudjuk emelni tekintetünket, erőt tudjunk meríteni igédből, és hallgassunk útmutatásodra. Hálát adunk neked szeretetedért, amellyel körülveszel bennünket, amelyben élünk, mozgunk és vagyunk, amely nélkül senkik és semmik lennénk. De hálát adunk azért is, hogy mi is szerethetünk téged. Kérünk, ne engedd lohadni szeretett tüzét szívünkben. Engedd, hogy föllobbanjon az bennünk újra és újra, nap mint nap, és lássák mások is rajtunk, hogy ebben a szeretetben, az irántad való szeretetben élni igazán boldogság. Hálát adunk a jó pásztorért, aki átváltoztat bennünket, aki nekünk is fölteszi a kérdést, szeretsz-e engem? Hálát adunk érte, mert újra és újra szembe kell nézni önmagunkkal, felül kell vizsgálni saját magunkat, hogy tudjuk a helyes és jó választ. Ne indulatból, kapásból válaszoljunk, hanem Péterrel együtt alázatosan tudjuk mondani, te mindent tudsz, Uram, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Köszönjük, Urunk, hogy ismét együtt lehetünk, és engedd, hogyha nem is túl sűrűn találkozunk így együtt, mégis érezzük a testvéri szeretet kötelékét egymás között, és akkor is, amikor mások egymás ellen harcolnak, mi összefogva, összekapaszkodva a te szeretetedben éljünk, és soha el ne hagyjunk téged. Ezért fogadd hálaadásul azt az imádságot, amely számunkra a legszebb imádság, hiszen Jézus Urunk a jó pásztor tanította meg nekünk, és amelyet most közösen együtt hálaadásul mondunk neked. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Énekeljünk most egy közös éneket. Az énekes füzetünkben
a 9. számú énekhez, illetve kivetítőn is láthatjuk majd. Az Úr csodásan működik kezdetű énekünket énekeljük. Olyan jó, hogy tudjuk, hogy az Úr szeret bennünket, életét adta, értünk, és olyan jó, hogyha tudtunk válaszolni, talán csendben, hogy te tudod, Uram, hogy szeretlek téged. Olyan szomorú lenne, ha lenne itt olyan, aki nem válaszolt volna az Úr megszólító szavára, önmagában legalább, hogy a válasz azért a szeretetért, amit te tettél. Szeretném, Uram, hogyha az én életem is egészen a tied lenne. És mi, akik talán már régóta Isten gyermekei vagyunk, hasonlóképpen ki tudjuk mondani, hogy te tudod, Uram, hogy szeretlek, ha voltak tagadások, hiába valóságok az életünkben, de milyen jó, hogy nem vetel az ő orcája elől, hanem újra átölel. Hogyha őszinte szívvel érkezünk, és elhagyjuk a régi dolgokat, és őt követjük, milyen jó, hogy így szeret bennünket a mi Urunk. Megtartó kegyelmével. Nincs jobb nála. Nincs jobb az ő közelénél. Így hát, hadd mondjam én is szolgatársaimmal együtt, hogy az ő közelében a legjobb. Az ő házában. Milyen jó, hogy ő lehet a mi pásztorunk. A mi oltalmazónk. Alkalmunk vége felé közeledünk már. Kedves testvérek, mindenkinek Isten áldását kívánom. Kívánom a tévénézőknek, életükre, mert a legnagyobb áldás az azt gondolom, és azt tudom, és hiszem, hogy ha rátalál valaki az Isten kegyelmére. Ezt a legnagyobb áldást kívánom mindenkinek, aki hallotta ma Isten üzenetét, Isten igéjét, vagy együtt imádkozott velünk. És szeretném
küldeni köszöntésünket is. Azok felé, a testvérek felé a gyülekezetben kérlek, hogy vigyétek el, akik nem tudtak velünk lenni, együtt imádkozni, együtt hallgatni Isten üzenetét. És szeretném megköszönni, kedves lelkipásztor testvéreim, szolgálatotokat. Isten áldjon meg továbbra is a szolgálat mezején, ahova állított az Úr benneteket. Jó veletek lenni, jó veletek szolgálni, természetesen minden jelenlévővel. A következőkben hirdetem, hogy alkalmunk végén majd szeretett vendégségre várjuk a jelenlévőket, éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy újra együtt beszélgethessünk, akik csak tudunk, és hirdetem a jövő hét alkalmait. Van egy gyász esemény is, illetve egy temetés, amelyet szeretnék most hirdetni. Tóth Lajos 65 éves korában elhunyt, és jövő héten, kedden lesz a temetése a Kartali temetőben, délután 2-kor. Szlepák Lajos testvér, nyugalmazott lelkipásztor testvérem fogja végezni az igehirdetői temetési szolgálatot. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családon. Hirdetem, hogy március 2-án női ökumenikus világimanapi alkalmat tartunk a gyülekezetben, 18 órai kezdettel lesz majd a kisteremben. Hívjuk, várjuk a nőtestvéreket. Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik alkalmunk a szokott időben, és úrvacsorai alkalmunkra is sor kerül majd az alkalom végén. Szeretném még megköszönni Magyar Péternek is, hogy elkészítette a hirdető ládánkat, hirdető táblánkat. Hosszú évek óta olyan nagy szükségét éreztük, és most végre teljesült. Jó az Úr, nagyon szép munka volt, köszönjük szépen. Ha nem tudom, hogy itt van-e, ha nincs, akkor tessenek átadni. A gyülekezet nevében szeretnénk ezt megköszönni. Kedves testvéreim, alkalmunk befejezéseként még mielőtt az éneket énekelnénk, vegyük együtt az áldást fönnállva. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és záró énekünk alatt majd a perse, gyűjtő persei körbejár. És az ének végén majd a lelkipásztorok kimegyünk körbe. Addig mindenki maradjon a helyén, hogy ki tudjunk menni, és akkor majd kint az ajtónál mindenkivel, mindenkit tudunk köszönteni. Tehát keressük meg a 14. számú énekünket énekes könyvünkből, az ökumenikus énekeslapokról, illetve a kivetítőn talán látható lesz majd. Az áldásoddal megyünk kezdetű énekünk. Thank you.
Yeah.